meghaladó pakettel a kormány elért, használja ki arra, hogy tényleg nem csak az energiahatékonyság, hanem a magyar energiaipar legmeghatározóbb, vagy egyik legnagyobb cége, a MOL céghatékonyságát is vizsgálja meg, és ezen keresztül, tehát ne adminisztratív, hanem piaci eszközökkel a cég irányításán keresztül fejtse ki azt a hatást, amit végül is a fogyasztók élvezhetnek majd egy kedvezőbb árszínvonal mellett. Az, hogy 100 milliárdos eredményeket realizál a MOL, ez jelen szituációban tökéletesen árkérdés. Hogy mennyiért adják az üzemanyagot a benzinkúton. Ha ennek jobban utána nézne a meghatározó paketnek a tulajdonosa, lehet, hogy kiderülne, hogy nem kellenének ekkora állak, hatékonyabb cégműködésre is lenne mód, és akkor valamelyest igazzá válhatna az az indoklás, hogy az adófizetők érdekét szolgálja ez a vásárlás. Mert jelenleg egy korábban tartalékolt hitelkeret, az IMF hitelkeret megtakarított részéből részvényeket vásárolt a kormány, ez egyszerűbb megközelítésbe tőzsdézésnek lehet nevezni, amit más megközelítésben önök messze menően elítélnek, tehát semmiféle vagyongyarapodásról nincsen szó, mert hitel tartalékkeretből vásárolták meg. Ennek a haszna az lehetne, hogyha a fogyasztók kedvezőbb áron juthatnának ehhez a stratégiai termékhez. Tehát a módosító indítványunk mögött ez a szándék húzódik meg, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen jelentős akvizíció után akár elfogadják ezt a módosító indítványt, akár nem. Célszerű, hogy évvégével mondjuk a Parlament Gazdasági Bizottságán belül működő Energetikai Albizottság napirendjére veszi ezt a kérdést, és a érintettek számot adnak, hogy a vásárlás indoklásában szereplő ilyen célkitűzések megvalósulására, teljesülésére milyen esélyt látnak. Én csak arra szeretnék utalni, hogy megjelent a sajtóba ilyen-olyan hírverés, hogy nagyon titokba történt ez, hogy mutyi, hogy mi van e mögött. Én elfogadom miniszter úr érvelését, hogy egy ekkora üzletet csak titkos tárgyalásokon lehet előkészíteni. Azt is el tudom fogadni, hogy ennek az eredményeként egy kedvezőbb szituáció alakulhat ki a fogyasztók számára. Csak azt kérem, hogy a parlamentarizmus keretei között erről itt a döntéshozóknak adjanak számot, ahogy egy felelős kormányhoz illik, hiszen azzal érveltek, hogy ez egy felelős, az energiastratégiával összhangban lévő döntés volt, hát akkor a parlamentnek felelős kormány ez év végéig tegyen eleget ennek a beszámolási kötelezettségének. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Képviselő úr, következő felszólaló Nyikos László képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Elnök úr, engem az bátorított ennek az indítványnak a megtételére, hogy az alaptörvényünk preambuluma hangsúlyozza a magyar nyelv védelmét. Köztársasági elnök úrral én is nagy híve vagyok a magyar nyelv védelmének, és nem csak általában, hanem konkrétan is. És azért javaslom én azt, hogy ne a megtett intézkedésekről, illetőleg a szerződés teljesüléséről számoljon be a kormány, hanem a szerződés teljesítéséről. A magyar nyelv cselekvő nyelv, a germanizmust legalábbis a nyelvművelők nem ajánlják, nem szeretik. Cselekvő alakban kellene ezt leírni. A szerződést teljesítik, két fél vagy több fél, attól függ hányan szerződnek. Én értem azoknak a jogvégzett képviselőtársaimnak az érvelését, akik azt mondják, hogy de hiszen a jogi nyelvben a teljesülés az teljesen korrekt. A mondat így is értelmes, hozzáteszem.
csak megszólal bennem a kis ördög, és ilyenkor azt mondom, hogy a teljesülést azért szeretik a jogászok, mert ha egy szerződés nem teljesülne tán, akkor ugye jól el lehet a jogászoknak ezen vitatkozni, hogy vajon miért nem teljesült a szerződés. Ezért tehát én azt gondolom, hogy a magyar nyelv karakterisztikusabb képviselet értelmében a szerződés teljesítéséről és nem a teljesüléséről kellene beszámolnia a kormánynak az év végén. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Megkérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki még felszólalni ebben a vitaszakaszban? Jelentkezőt nem látok. A részletes vita e szakaszát lezárom. Most megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás harmadik pontjára vonatkozva. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Látom, Nyikos László képviselő úr jelentkezett, meg is adom a szót 6 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatomnak az a célja, hogy egy ponttal bővítse a határozati javaslatot, mégpedig egy olyan ponttal, amit én nagyon lényegesnek tartok, ugyanis arról van szó, hogy az országgyűlésnek a pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerv, az állami számvevőszék kellene, hogy ellenőrizze ennek a szerződésnek a teljesítését, most már így mondom, konzekvensen önmagamhoz. Ugye a független pénzügyi ellenőrzés azt jelenti, hogy a parlamentnek felelősséggel tartozó és a parlament által ellenőrzésre felkérhető számvevőszék, illetve a számvevőszék elnöke gondoskodjék arról, hogy a kormány által elkészítendő és az év végéig benyújtandó jelentést ellenőrizze. Ez nagyon fontos. A bizottsági vitában is voltak erről polémiák, ahol hát sajátos felfogások vannak egyes kormánypárti képviselő társaimnak a fejében. Kicsit lehet, hogy túlzok a megfogalmazással, hogy úgy adom vissza, hogy tehát minek oda a számvevőszéknek az ellenőrzése, hogyha a kormány úgyis benyújtja a teljesítésről szóló jelentését. Hát azért kell, kérem szépen, mert egy kormánytól független pénzügyi és gazdasági ellenőrző szervnek, a parlamentnek felelős ellenőrző szervnek kell tárgyalagosan, függetlenül, szakszerűen megnézni, hogy tényleg teljesítették-e a szerződést. Ugye itt egy nagy kockázatú ügyről van szó, hatalmas összegről, 100 milliárdos tételről, ami önmagában a kockázatot jelzi, és olyan kérdésről, ami nagyon sok embert érdekel, minket is, képviselőket, széles közvéleményt is, épp egy közvéleménykutatásnak az eredményét láttam itt közben, hogy a magyarok fele, ha jól emlékszem a számra, egyetért azzal, hogy ez a tranzakció sorra kerül. És hát lemutolsó sorban az is kockázat, hogy a szerződés teljesítése közben lehetnek hibák, hiányosságok. Nem feltétlenül korrupcióra gondolok, vagy valamiféle káros cselekedete. Egyszerűen egy téves menedzselésre, vagy egy hibás könyvelésre, vagy emberi tévedésre. Mert ugye a szakmában megkülönböztetik a mismanagement, ahogy mondják, tehát a tévedést, és a szándékos csalást, vagy a korrupciót. Ezért aztán azt gondolom, hogy ez megérne egy misét, és miután az országgyűlés saját pénzügyi ellenőrző szerve rendelkezik azzal az apparátussal, amelyik ezt képes megvizsgálni, azt gondolom, hogy adhatna egy ilyen feladatot a parlament a számvevőszéknek. És végezetül azért is lenne ez fontos, hogy ezt megtegye a parlament, mert ezzel demonstrálhatná az országgyűlés önmagának és a közvéleménynek, hogy a készülő számvevőszéki törvény az nem a kormánykoalíció számvevőszékének fog alkotni egy törvényt, hanem az egész parlamentnek. A számvevőszék az mindannyiunké, az ellenzéki is. És ha most önök kisajátítják a számvevőszéket úgymond maguknak, és akkor a kormányt magát a kormányoldal nem kívánja ellenőrizni, és a számvevőszéket úgymond nem szeretné arra kérni, hogy a kormánynak egy ilyen fontos tranzakcióját ellenőrizze az egész parlament nevében és a közvélemény számára, akkor ez egyúttal a kisebbségi jogoknak a csorbítását is jelenteni fogja, hogy tudnék nincs módja
az ellenzéknek. Nincs módja az ellenzéknek arról meggyőződni, hogy ez a tranzakció valóban jól, korrekten, szabályosan és eredményesen zajlott le. Ez nem gyanakvás, ez egy korszerű felfogása a független pénzügyi ellenőrzésnek, és azt gondolom, hogy egy ilyen feladattal célszerű lenne a számvevőszéket megbízni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Következő felszólaló Józsa István képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Az ajánlás 3. számú pontjához szeretnék hozzászólni támogatólag. Való igaz, hogy akkora léptékű tranzakcióról van szó, ez a 500 milliárd forintot meghaladó részvényvásárlás, a közel 2%-os hiányszám értékével mindenképpen érdemes arra, hogy az országgyűlés felkérje az állami számvevőszék elnökét, hogy a kormány által tett intézkedéseket, illetőleg a szerződés teljesítését ellenőriztesse, és az ellenőrzés eredményéről tegyen jelentést az országgyűlés részére. Annál is inkább célszerű ez a feladat megszabás, kijelölés, mert az új felállásba, amit a költségvetési tanácsról hozott a kétharmados forradalmi többség, a számvevőszék elnöke tagja ennek a triumvirátusnak, így közvetlen feladata a költségvetésre gyakorolt hatásoknak a vizsgálata is, és tekintettel, hogy az állami számvevőszék csak nevében állami, igazából az országgyűlésnek egy nagyon exponált intézménye, ezért kiemelt feladat, hogy amiről az előző hozzászólásomban szóltam, hogy az országgyűlésnek rátekintése legyen ennek a tranzakciónak a eredményéről, hogy ennek a szakmai alátétét, ellenőrzését az állami számvevőszék végezze el, és erre épüljön az a beszámoló, amit kértem a kormányzattól, hogy tegyen meg ez év december 31-ig a országgyűlés felé. Úgyhogy ezzel a indoklással szeretném támogatni ezt a módosító indítványt, és szeretném, hogyha a kormányoldal a saját érveinek a folytatásaként erkölcsi kötelességének érezne, hogy ezt a módosító indítványt támogatja. Különben nehezen hihető, hogy az az indoklás, amit a csomag mellé írtak, az őszinte volt. Ha ezt bevállalják, akkor én azt mondom, hogy valami morális kontinuitás felfedezhető a mondott célok és a teljesített vállalások között. Egyébként nem biztos, hogy ez az összhang fellelhető. Tehát, ha komolyan veszi magát a kormányoldal, amit leírt az előterjesztésben, akkor ezt a kiegészítést is támogatja. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, kérdezem, kíván-e még valaki ebben a vita szakaszban felszólalni? Jelentkezőt nem látok. A részletes vita e szakaszát, és ezzel a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem Hegmanné nemes Sára államtitkárasszonyt, hogy kíván-e az elhangzottakra válaszolni. Igen, államtitkárasszonyé a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit meg vagyok fázva, megpróbáltam közel rakni a mikrofont, hogy hallható legyek. A Nyíkos képviselő úr kérdésére, amely a teljesülés és teljesítés szó megváltoztatását jelenti. Azt tudom mondani, mivel én se vagyok nyelvész és jogász, én kérem, hogy fogadjuk el azt, hogy jogilag ez a helyes kifejezés, hogy teljesülés. Tehát gyakorlatilag nem áll módunkban ezt módosítani. Igazándiból a Magyar Tudományos Akadémiában kellene valószínűleg ezt a vitát lefolytatni. A jogi szaknyelv használatát ebben az esetben mi szeretnénk alkalmazni. A másik javaslata,
Én úgy gondolom, hogy az elv maga elfogadható. A jelenlegi előterjesztés alapján ugye a kormány maga beszámol a tranzakció végrehajtásáról az országgyűlésnek december 31-ig. Abban az esetben, hogyha az országgyűlés ezzel kapcsolatban további vizsgálatot igényel, akkor természetesen ehhez kapcsolódóan az állami számvevőszéket felkérheti a tranzakció részletes ellenőrzésére. Arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hiszen ön, mint a számvevőszéki bizottság elnöke tudja, hogy az állami számvevőszék a 2011 évi költségvetés részletes ellenőrzését meg fogja tenni. És az állami számvevőszék módszertan az olyan, hogy kockázatbecslésen alapul. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen kiemelt tranzakciót nagyon részletesen és alaposan felül fog vizsgálni a 2011 évi költségvetés ellenőrzése során. Tehát gyakorlatilag az állami számvevőszék az ellenőrizni fogja ezt a tranzakciót, és külön az országgyűlés is felkérheti rá. Tehát úgy gondolom, hogy a december 31-i időpont, amikor a kormány beszámol az országgyűlésnek, elegendő, azzal együtt, hogy az ÁSZ-t egy plusz munkára nem kényszerítve, de a folyamatos munkájába beilleszthető módon meg fogja vizsgálni ezt a tranzakciót. És végül a harmadik módosítójavaslat, amely a december 31-i határidőt szabja, az pedig azért problémás, mert egy nagyon rövid határidőt szab a beszámolóra a kormány részére, hiszen maga az eredeti előterjesztés a végrehajtás határidejét augusztus 31-re teszi. Miután a jelentéstételi kötelezettség, ugye december 31-ig, ez egy nagyon rövid időszak ahhoz, hogy egyébként egy ilyen hosszú távú összefüggéseket is jelentő, és gyakorlatilag hosszú távú szempontokat megfogalmazó energiahatékonyság, energiabiztonságot érintő kérdésekben december 31-ig operatív és nem hosszú távú döntésekről be tudnánk számolni. Tehát ezért nem tudjuk majd ezt a javaslatot sem támogatni, hiszen, ahogy mondtam, nagyon rövid az idő. Egy hosszú távú kitekintést természetesen bármikor az országgyűlés elé a kormány beterjeszthet, de a december 31-i határidő ez még rövid ehhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Tisztelt képviselőtársaim, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz módosítójavaslat nem érkezett. Így részletes vitára nem kerül sor. Viszont soron következik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot TPR 3359-es számon megismerhették már képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Szatmári Kristóf államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Ígérem, nem fogom kitölteni a 20 percet. Hagy kezdjem e törvényjavaslat a TPER 3359-es, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló expozé bevezetőjét egy idézettel a Nemzeti Együttműködés programjából. Az idézet úgy szól, egy közösség csak úgy épülhet újjá, úgy emelkedhet fel, ha érvényre jut benne a társadalommá szerveződés alapvető értelme és célja, az együttműködés. Én azt gondolom, hogy a most benyújtott törvényjavaslat lényege és tartalma, fő irányvonala levezethető a Nemzeti Együttműködés programja ezen részéből is. Ugye az együttműködésnek több területe van, a most itt elettünk fekvő alapvetően a munkavilágához, a gazdasághoz, a társadalmi folyamatokhoz kötődő együttműködést tartalmazza. Nem vitatható, hogy a munkavilágának meghatározó, uniós és egyéb nemzetközi elvárások által körülhatárolt eleme a társadalmi párbeszéd, ezen belül az érdekegyeztetés rendszere. A társadalmi párbeszédre szükség van, de meggyőződésünk a jelenleginél sokkal hatékonyabb keretek közt kell azt működtetni. Ennek megfelelően a társadalmi egyeztetés központi fórumait is meg kell újítani, oly sok más területhez hasonlóan. A javaslat ezért arra irányul, hogy az eddig széttagolt, jelenleg párhuzamosan működő és sok esetben egymás feladatköreit illetően is átfedő központi koordinációs egyeztetési fórumok helyett a társadalom egészét érintő
általános gazdaság és társadalom politikai kérdéseket megvitató konzultatív jogkörű tanácsadó testület jöjjön létre. Az új testület javaslataival, állásfoglalásaival, elemzéseivel, véleményeivel segítené a legfontosabb gazdasági és társadalmi döntések meghozatalát. Az új típusú társadalmi párbeszéd fórum létrehozása azért is szükség van, mert az országos érdekeztető tanácsban az érdekképviseletek elsősorban a kormánytól várták érdekeik megfelelő érve jutatását, miközben a konszenzusra való törekvés az elmúlt időszakban nem igazán érvényesült. A gyakorlati tapasztalatok alapján alig érzékelhető a munkáltatói és munkavállalói oldal kezdeményező, javaslattevő szerepe az OEP-ben. Jellemző viszont az OEP-re, hogy szinte kizárólag a kormányzati oldal által készített előterjesztések képezik a plenáris ülés és a bizottságok ülésének napirendjét. A másik két oldal önálló előterjesztést a legritkább esetben se tett. Sok esetben az oldalak az előterjesztésekkel kapcsolatban nem alakítottak ki egységes álláspontot, egyes tagszervezetekről nem is képviseltették magukat a bizottsági üléseken. Megállapítható sajnos, hogy a bizottsági munka színvonala a kívánatosnál is alacsonyabb, annak ellenére egyébként, hogy a 2010-es évben az előző kormányzat döntése alapján az OEP közvetlen költségvetési támogatása az közel 2 milliárd forintra, 1,7 milliárd forintra emelkedett. Nem hagyható figyelmen kívül, amikor a rendszer átalakításáról van szó, hogy az OEP tagjainak legitimációja folyamatosan napirenden van. Az összetételére és a működésére vonatkozó kritikák mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói oldalról fennmaradtak. A legtöbb résztvevő ezért egyébként elismeri, hogy az OEP mindenképpen reformra szorul, amikéntben már természetesen vannak véleménykülönbségek. Ki kell emelni azt is viszont, hogy az Alkotmánybíróság 2008-ban a kormányzati felelősség elvének érvényesítése okán az OEP-nek biztosított egyetértési jogokat alkotmányellenesnek minősítette. Mindezek ismeretében a gazdasági és társadalmi párbeszéd új intézményrendszerének kialakítása keretében a jelenleg párhuzamosan és sok esetben egymás feladatkörét illetően is átvedő központi koordinációs egyeztetési fórumok összevonása mellett jelentősen ki kell szélesíteni az egyeztetésben résztvevők körét, a munkavállaló és munkáltatói érdekképviseleteken túl elsősorban a gazdasági kamarák, a civil társadalom, a tudományos élet és a határon túliak képviseletével, valamint a történelmi egyházak bevonásával. Az új keret lehetőséget teremt a gazdaságot és társadalmat érintő nemzetpolitikai irányokról, azok aspektusairól a jelenleginél jóval szélesebb és sokoldalú konzultációs mechanizmus működtetésére. A felállítandó testület küldetése a gazdaság és a társadalom átfogó fejlődését érintő országos ügyek, és ezekben kialakítandó kormányzati cikluson átívelő nemzeti stratégiák megvitatása. A harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés és az ehhez illeszkedő társadalmi modell kidolgozásának megvalósítása és előmozdítása, a szervezett civil társadalom, a gazdasági szféra, a tudomány, mint a történelmi egyházak képviselőinek bevonásával, az uniós gyakorlat figyelembe vétele mellett. A társadalmi egyeztetés új keretei között ennek megfelelően az egyeztetések fő szereplői, a testület tagjai delegáló szervezetek lesznek. Annak munkájába az állam, vagyis a kormányzat képviselői csak állandó meghívottként a társadalmi partnerség elvének mentén vesznek részt. Az oldalak igényeinek összehangolásával a partnerség elve mentén egységes álláspont kialakítására kell törekedniük, a mindenkori kormánynak viszont kötelessége a tanács álláspontját konzultációs lehetőség biztosítása mellett meghallgatni, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni a jogszabályi környezet kialakításáról. Lényeges elem, hogy ennek érvényesülése érdekében a javaslat szerint a kormány minden évben köteles beszámolni az országgyűlésnek a tanács iránymutatásainak, állásfoglalásainak hasznosulásáról és hasznosításáról.
Fontos kiemelni, hogy a létrejövő testület teljes autonómiával rendelkezik, melynek biztosítéka, hogy a javaslat csak a szervezet kereteit jelöli ki a működés tekintetében, nem kívánja részletesen szabályozni a tanács működését, ezzel is a résztvevőknek biztosítva önállóságot a tanács kialakítása kapcsán. A javaslat nem érinti egyébként a bipartit módon működő ágazati középszintű egyeztetési fórumokat, amelyek egyébként változatlan formán a továbbiakban is működnek. A kormány úgy tartja, hogy a társadalmi párbeszéd megújuló rendszere alkalmat adhat arra, hogy a tanácsban résztvevő szervezetek képviselői kezdeményező képességüket bebizonyítsák, a társadalmi konzultáció hasznosságát és a kormány vagy az országgyűlés részére nemzetstratégiai kérdésekben széleskörű társadalmi konszenzuson alapuló közös javaslatok megfogalmazásában testesítsék meg. Mindezek alapján kérem önöket, hogy a beterjesztett javaslatot támogassák. Köszönöm szépen önöket! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelt képviselőtársaim, most a bizottsági álláspontok és a kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerinti 5-5 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót Aracki Andrásnak, a Gazdasági és Informatikai Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Gazdasági és Informatikai Bizottság 2011. 6.-14-én tartott ülésén 18 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 4 ellenében általános vitára alkalmasnak tartotta a TPER-3359-es számú törvényjavaslatot, amely a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megalapításáról és arról szól, annak működéséről szóló törvényjavaslat volt. A vitában értékelte a bizottság azt, hogy a törvény a kormánytól független konzultációs javaslattevő tanácsadó szervezetet hoz létre, amely az általános értelemben véve a nagy társadalmi összefüggések, a gazdasági élet általános összefüggését is vizsgáló arról tanácsot, véleményt és állásfoglaló szervezetet hoz létre. A vita során tudomásul vette a többségi álláspont, hogy ezzel a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megalapításával megszűnik az úgynevezett országos érdekegyeztető tanács, valamint a gazdasági és szociális tanács, illetve a gazdasági érdekegyeztető fórum is. Ezzel a törvényjavaslat elfogadásával azt a legitimációs hiányt is pótolja az országgyűlés, amely az említett szervezetekkel kapcsolatban alkotmánybírósági határozat tükrében is fennállt. Megjegyzem azt, hogy például az Országos Érdekegyeztetési Tanács 2009-ig mindenféle magasabb szintű jogi megalapozottság nélkül működött, mint egy szokásjog alapján. Tudomásul vette a többségi határozat azt is, és üdvözölte, hogy annak ellenére, hogy egészen más szerepe lesz az Nemzetgazdasági és Társadalmi Tanácsnak, az ágazati érdekegyeztető fórumok nem szűnnek meg. Továbbra is a bérvitában, a munkavállaló és a munkáltató érdekképviseletekben, a munkavilágában történő végbemenő egyeztetések hatályban maradnak, azzal kapcsolatos szerepeket, eljárásokat maguk az érintett felek fogják kialakítani. Ennek egy nagyon biztos jele, hogy a hatályos munkatörvénykönyvének 16. paragrafusában meghatározott egyeztetési kötelezettséget a jelen törvényjavaslat nem törölte el. Ez az egyeztetési kötelezettség annyit tesz ki, hogy a munkahelyi kapcsolatok és a munkaviszonyt érintő országos jelentőségű kérdésekben a kormány most már az új Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácssal köteles egyeztetni. Ez is mutatja, hogy az az ellenzéki vélemény, mely szerint a kormány felszámolja az érdekegyeztetésnek a rendszerét, nem valós, hanem egyszerűen hamis. Mindezek alapján a többségi határozat értelmében a TPER-3359-es számú törvényjavaslat elfogadását indítványozom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! A forgatókönyv szerint és a rendelkezésemre álló információ szerint a kisebbségi véleményt két képviselő fogja ismertetni, de pillanatnyilag csak az egyikük tartózkodik az ülésteremben, ezért most megadom a szót Józsa István képviselő úrnak a kisebbségi vélemény ismertetésére, és józan belátására bízom, hogy az 5 perces időkeretből
ebben az esetben mennyit használ el. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr, rögtön ismertetem az álláspontomat. 2,5 percig beszélek, ha addig beérkezik a képviselőtársam, akkor természetesen ő folytatja, ha nem, akkor igyekszem megfogalmazni a továbbiakban is a véleményemet erről a kellően el nem ítélhető új kezdeményezésről. Illetve nem is a kezdeményezés az el nem ítélhető, hanem amilyen módon és ami helyett akarják ezt behozni. Mert önmagában, amit itt előterjesztettek, hogy egy ilyen nagy, széles spektrumú nemzeti gazdasági és társadalmi tanácsot hoznak létre,